Egy nagyon jó hírről tudunk beszámolni, illetve többről is, amik összefüggenek egymással. Az idei évben, 2023. július közepén, 13-14 és 15-én Tapolca lesz a házigazdája a Rádai Mihály Város és Faluvédő Szövetség 40. jubileumi országos konferenciájának. Nagyon nagy megtiszteltetés ez nekünk, hiszen volt már Tapolcán ilyen országos konferencia, de hosszú idő, több mint másfél évtized után újra városunkba érkeznek a, a város és faluvédelemmel foglalkozó szakmai szervezetek képviselői. Az tudni kell, hogy ez a rendezvény az ország legnagyobb ilyen jellegű seregszemléje legnagyobb szakmai találkozója, ahol történészek, művészettörténészek, építészek, és az épített, illetve a természeti örökség védelmével foglalkozó egyéb civilek jelennek meg az Országos Szövetség tagegyesületei képviseletében. Ez egy háromnapos nagy rendezvény, aminek a, a, megrendezése egy nagy kihívás, mint a Tapolcai Város Szépítő Egyesület, mint pedig a partner szervező szervezetek Tapolca Város Önkormányzata, az Országos Szövetség és a Tapolcai Nőklub számára, de úgy érezzük, hogy készen állunk erre a feladatra, és meg fogjuk tudni oldani, és a résztvevők majd egy olyan élménnyel távozhatnak, ami maradandó lesz, pozitív értelemben bennük, és reméljük, hogy hosszú évekig majd a Tapolcai Országos Konferencia egyfajta etalonként szolgál az utánunk jövő szervezők számára. A kapcsolódó jó híra, hogy az elején mondtam, az pedig az, hogy a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekttől egy decemberben beadott pályázat eredményeként a megrendezés költségeire 10 millió forintos támogatást nyertünk el. Azért mondom így, hogy nyertünk el, hiszen a szervezők együtt vannak ebben benne. Hivatalosan a pályázó a Város Szépítő Egyesület volt, de már a, a programnak, illetve a költségvetésnek a kidolgozása is csapat munka eredménye, közösen a város vezetésével, illetve a városi, az érintett városi cégek vezetőivel közösen alakítottuk ki. Reméljük, hogy ez az összeg önmagában nem is lesz elegendő, de de nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy előre nem várt jelentős összegeket kell majd pluszban fordítani erre a konferenciára. Én nagyon remélem, hogy a lehető legtöbbet meg fogjuk tudni mutatni magunkból, hiszen ez a három nap teljes egészében nem a városban zajlik ugyan, de a jelentős része igen. És igénybe vesszük a városi intézményrendszernek, a cégeknek a szolgáltatásait. A központ, a bázis az a Tamási járó művelődési központ lesz. Itt történik majd a regisztráció, és itt lesznek a plenáris, illetve a szekcióülések is. Maga ez a három nap ez úgy néz ki nagy vonalakban, hogy az első nap, a 13. a, a július 13-a csütörtök, az az érkezés a regisztrációnak az időpontja a szállások elfoglalása. De már ezen a délutánon vezetett séták zajlanak a városban, amiben a, a Tapolcai Városi Múzeum munkatársai is közre fognak működni, illetve az általuk felkészített, az Egyesületek tagságából érkező önkéntesek is részt fognak venni ebben a munkában. Azért azt talán érdemes mindenképpen hozzátenni, hogy itt egy 250 vagy akár 300 fős rendezvényről beszélünk, úgyhogy ezért is komoly kihívás. Az első este folyamán történik egy hivatalos megnyitó ahol ö, reményeink szerint és az előzetes ígéretek alapján jelen tud majd lenni dr. Navracsis Tibor miniszter úr, aki a rendezvénynek a fővédnöke. Köszöntőt fog még mondani természetesen Dobó Zoltán polgármester úr, a rendezvény védnöke, valamint az Országos Szövetség és a Tapolcai Egyesület elnöke képviselője is beszélni fog, és lesz természetesen kulturális része mindennek az estének, mind pedig a második estének, ahol a város jeles kulturális szervezetei fognak műsort adni, odaillő műsort adni. A második nap az egy nagyon feszített menetrendű szakmai program, délelőtt plenáris ülések vannak, ahol nagyobb, lélegzetvételű, országos szintű kérdéseket tárgyaló előadások, illetve beszélgetések zajlanak. Csak hogy egyet kettőt kiemeljek, például a közösségek szerepe az örökségvédelemben címmel az ICOMOSZ magyar elnöke fog előadást tartani, de szó lesz a Veszprém Balaton program keretében történt műemlékfelújításokról, vagy például a Keszthelyi Szent Miklós temető kápolnában a közelmúltban talált freskóknak a restaurálásáról tehát a legavatottabb szakértőket igyekeztünk felkérni. A délután folyamán négy szekcióban folytatódik a szakmai munka, ezek a képző- és iparművészeti szekció, az épített örökség, a környezetvédelmi szekció és az ifjúsági szekció. Mindegyiket igyekeztünk olyan tartalommal megtölteni, amiben és mindegyikben van helyi, tapolcai vonatkozású előadás, de természetesen tágabb kitekintéseket is beiktattunk a programba a napot, a szakmai részt egy záró plenáris ülés jelenti sajtótájékoztatóra kerül sor, de még ezzel nincs vége ennek a hosszú napnak, hiszen este kezdődik a polgármesteri fogadás, amely évtizedes hagyományos része ennek a rendezvénynek. Ennek keretében kerül sor a Podmanicki diak átadására, ami ugye a legrangosabb ö, ö, város és faluvédő épített örökséggel kapcsolatos elismerés, és örömünkre szolgál, hogy Tapolcáról is több díjazottja van már ennek a rangos kitüntetésnek. Ekkor kerül sor a Vándorbot átadására. Ez a Vándorbot jelképezi mindig azt, hogy, ö, hogy ki a szervezője, illetve ki lesz a jö, következő évben a szervezője ennek az eseménynek ezt a vándorbotot polgármester úrral tavaly nyáron a Kiskunhalasi rendezvényen vettük át, azóta itt van Tapolcán, és majd a, az Tapolcai konferencia e, során fogjuk átadni a jövő évi a 2024-es szervezőnek. E, ebben az esti programban szerepel még a jubiláló, tehát kerek évfordulót ünneplő városszépítő vagy faluszépítő egyesületeknek a köszöntése. És akkor itt hadd jegyezzem meg, hogy az, hogy a 40. konferenciát, országos konferenciát itt Tapolcán rendezhetjük meg így közösen, összefogva, ez azért is külön öröm számunkra, mert idén 40 éves a Tapolcai Városszépítő Egyesület, az országban az első közé tartozó civil szervezet, amely ezen a területen működik, illetve hát szintén fontos, és mit mutatunk meg Tapolcából, hogy 260 éve született Bacsányi János, tehát több kerekéforduló is van, amit föl tudunk fűzni erre az eseményre. Az utolsó nap, 15-e szombat, már csak részben zajlik a városban, ekkor szakmai kirándulásokra kerül sor. A tervek szerint lesz egy nagyvázsony Veszprém útvonalú kirándulás, lesz egy sümegre, ugye mind a két irány, mind a két helyszín olyan, ahol a közelmúltban jelentős műemlékvédelmi beruházások, turisztikai fejlesztések zajlottak. Ezeket kívánjuk megmutatni az ország számos részéből hozzánk érkezőknek. Lesz egy kirándulás a tervek szerint Salföldre és a Káli medencébe, ahol ugye épített értékeket is meg tudunk nézni, de főleg a természeti értékeken van a hangsúly, illetve akik nem kívánnak ilyen kirándulásról részt venni, azoknak pedig Tapolcán belül biztosítunk gyalogos városnéző programokat majd. Csatakoznék ahhoz, amit az előbb dr. Récsé Sándor igazgatója elmondott. Nagy öröm számunkra, hogy az országos Városszépítők és faluvírók Szövetsége, miért Rárai Mihály neve fémélez, ellátogat hozzánk másfél évtized múltán, újra a városban köszönhetjük ezt a neves szakmai összejövetelt. Részünkről a legfontosabb, hogy meg tudjuk mutatni mindazt, amit tapolca jelent. Tapolca jelent épített örökséget, kulturális örökséget, és természetesen jelenti a jelent azokat a kultúres eseményeket, Azokat a szakmai tartalmakat, melyekről az előbb igazgató részletesen beszámolt. Fontos számunkra, hogy elmondjuk, hogy 40 év munkássága rejlik abban, hogy ez a szakmai konferenciai tapolcán most este tölt. 40 év, amelyet együttműködésben töltöttünk a Tapolcai Város Szépítő Egyesülettel és azoknak a mindenkori elnökeivel. Én szeretném megköszönni az ősöknek, azoknak, akik megalapították ezt az Egyesületet, hogy munkájukkal, szerepvállalásukkal meg tudták erősíteni Tapolca küldetését a kulturális életben, és szeretném megköszönni minden városvezetőnek, aki az elmúlt 40 évben csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és ugyanúgy, mint most mi, adta hozzá a város anyagérő az erkölcsi támogatást, és természetesen a kollégák munkáját, illetve az infrastruktúra és hátteret is biztosítottuk. Bízom benne, hogy nagyszerű lesz ez a szakmai konferencia, és a város értékeinek hírét szerte az országban, sőt talán a világban is még jobban megismerik. Lesz mire büszkének lennünk, és azt gondolom, és biztos vagyok benne, hogy a gyerekeink is emlékezni fognak erre a konferenciára. Hajrá, Tapolca!